Nagy szeretettel köszöntöm a nézőket. 24-én, november 24-én, 9 órától 18 óráig a templomunkban, Sasvár utca 23, az egész napos szentségimádással, csendes imával készülnek az odabetérők arra, hogy Krisztus Királynak jobban alávethessék magukat. Mi hiszünk abban, hogy ő jelen van az oltári szentségben, és ha ráfigyelve időt töltünk előtte, akkor alakítja a lelkünket. Külön érdekesség, hogy 17 órától az egész világon imádkoznak ugyanilyen szentségimádásban a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus készülésekép, hogyha ez kis szemtelenséggel mondhatom, a sashalmi búcsúba az egész világ bekapcsolódik. Másnap, 25-én, a 9 órai szentmisén diákmise, Borromeo Szent Károlyról adunk elő hangjátékot, prédikáció helyett. Ő is nagy tisztelője volt Krisztus Királynak, sőt a működésével segítette az ő uralmát kiterjeszteni. 10 óra 15-től a Meszlényi Zoltán Katolikus Közösségi Házunkban folytatódik a program, kifli hangversenyt hallgathatunk, majd vásári forgatag lesz, ahogy egy templom búcsúhoz ez is hozzátartozik. Majd 17 órakor a templomban Síje Jenő zenés tanúságtételét hallgathatjuk meg, és 18.30-kor az esti szentmisével ér véget a templom búcsunk.